Európa Budaörsön zászlókon keresztül. A kontinens összes országának lobogója látható a Városházánél kiállításon. Rendkívüli taggyűlésen választották meg, új elnöke van a Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesületének. És szenior torna a sportcsarnokban, erősítés és nyújtás az 50 és 75 év közöttieknek. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Európa Budaörsön címmel nyílt zászlókiállítás a Városházán. A tálat egy sorozat része, amely még 2014-ben kezdődött Afrika bemutatásával. Most Európa összes országa, pontosabban nemzeti lobogója kapott helyet. A kiállítást Balogh László állította össze a Balogh gyűjtemény anyagából. Mi más is szimbolizálhatná legjobban Európát egy megnyitón, mint a klasszikus versenytánc, amelyben sajátosan ötvöződik a több száz éves zenei kultúra és a mozgás magas szintű leképezése. A lényeg persze a táncosok háta mögött megbúvó, zászlókkal megjelenített sokszínű világ, amelyet most is a Zászló Múzeum bocsájtott a Városháza rendelkezésére egy tárlat erejéig. Balogh László zászló gyűjteménye jelenleg közel 6000 darabból áll. Miután a tematikus tárlat 60 zászlója most Európát hivatott bemutatni a látogatóknak, így a gazdag anyagnak csak egy tizede került kiállításra a Városházán. A látvány így is lenyűgöző. Másfél évvel ezelőtt Afrika volt a színen, ha szabad ezt mondani, itt az önkormányzat segítségével, támogatásával, és ezt a sorozatot most Európával folytatnánk. Ez gyakorlatilag minden tablón két ország van, mert ha egy-egy tabló lenne egy ország, akkor az ide látogató, de vagy a tévében megnézik, akkor hát nagyon nagy területre lenne szükség. Így is valószínű, hogy majd a végén, amikor esetleg 3 év múlva a végére érünk, ugye Amerika hiányzik, Ázsia hiányzik, és Óceánia és Antarktisz az egybe, tehát 3 nagyobb tablórendszer lenne. Az a tervünk, hogy akkor az összeset újra kiállítanánk, ez 263 ország a mai állás szerint, hát ez nem kis területet igényelne majd. Európát Ázsiától földrajzilag viszonylag nehéz, kulturálisan és történelmileg, viszont annál könnyebb elkülöníteni a világutazó geográfus szerint. Európa az gyakorlatilag Ázsia nyugati félszigetének is tekinthető, de amiért külön kontinensként tartható számon, az főként a történelmi, gazdasági, illetve kulturális szerepe. Most Európa határai ugye nagyon a 3 égtájban, északon, nyugaton, illetve délen elég egyértelműen meghúzhatunk, de hogy Ázsiától hol különül el, hol vannak a pontos határok, hát ez mai napig számos vita tárgya. Ázsiától leginkább a Urál-hegység az, ami elválasztja, illetve a Kaszpi-tengert lehet még mondani, és akkor itt a Kaukázus hegylánca, illetve Boszporusz és Dardanellák. Tehát ez az a térség, amit Európának tudunk nevezni. A kiállított zászlók mellett több kép is felkerült a tablókra. Ezek kimondottan olyan részeket, területeket hivatottak megmutatni Európából, amely a hétköznapi turisták számára szinte teljesen ismeretlen és felfedezetlen világ. Kifejezetten az európai országokról szól, amely a Kaukázustól, tehát földrajzilag vagy politikailag a Kaukázus Urál vidékétől egészen Izlandig terjed, és gyakorlatilag mindenki itt van, tehát az emberek kevésbé gondolják azt, hogy, vagy gondolunk rá hétköznapjainkban, hogy van egy Jersey, ugye a Le Mans csatornán, ami nem kis terület, meg kis lakosság, és brit külbirtok, de akár elmehetek délre is, az Észak-Ciprus, amiről viszonylag turistaként többet hallunk, most politikában kevesebbet. Tehát gyakorlatilag nem csak a standard országok, ami most ugye szem előtt vannak, Németország, Görögország, és sorolhatnám. Európa az nem csak az Európai Unióból áll, számos más
ország is Európába található, itt Balkán országaira gondolnék itt először, illetve az iszlám többségű Törökország, ugye az is egy része, hát kis része, de Európához tartozik, úgyhogy igazából Európai Uniót lehet mondani, ami Európát összefogja, illetve a NATO, az ugye katonai együttműködés, de az fontos megemlíteni, hogy a NATO az abba beletartozik az Amerikai Egyesült Államok és Kanada is, ami már egy másik földrész. A kiállítás, amely az Európa Budaörsön címet viseli, egy 2014 óta tartó sorozat része. A tárlatot a Közösségi Városháza aulájában tekinthetik meg a látogatók. A Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesületének új elnöke, Fodor Zoltán él itt a stúdióban. Kezicsokam, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, nem volt egyszerű, bár nálunk van korlátlift, tehát ide be lehet jutni. Kezdjük akkor ezzel, hogy de hová nem lehet bejutni a városban? Mik a szívfájdalmaik? Hát elég szépen kifejlődött már Budaörsön a mozgássérültek terén, tehát a közlekedés szempontjából, de főbb hiányosságok azért még előfordulnak, például a Jókai Művelődési Központnak a megközelítése egy kicsit nehézkes, nincsen sajnos a főbejáratnál rámpa, illetve a mellékajtónál is egy kicsit körülményes számunkra, kerekesszékkel gyakorlatilag majdnem megközelíthetetlen. Maga az épületben a mellékhelyiségek számunkra nem használhatóak, mert nincs megoldva sajnos, tehát ilyen 2-3 ember segítsége kellene ahhoz, hogy följussunk az illemhelyhez. Ez akkor azt jelenti, hogy ha mennek a művelődési házba, akkor előtte, bocsánat, hogy ezt mondom, elmennek WC-re, majd igen, tartják, amíg igen, haza nem érnek? Igen. Toj-toj WC-t szokott az önkormányzat, illetve a rendezvény szervezője biztosítani, de elég körülményes azt is megközelíteni, főleg, hogy télvíz idején vagy esőben, illetve hát nem olyan komfortérzete van az embernek egyáltalán, hogyha ezt kell használjuk. Mi a helyzet a járdákkal, a parkolóhelyekkel? A parkolóhely mozgássérültek részére nagyon kevés van kijelölve. És sajnos manapság még mindig ugyanúgy használják mások, mint országszerte. Az a probléma, hogy ha van is, a legtöbb esetben a maga az intézménytől sokkal messzebb van, mint mondjuk egy normál parkolóhely. Tehát számunkra ez is probléma, illetve több közintézmény, például az orvosi rendelőben megvan oldva a lift, illetve a rámpa is, viszont a nagy kaput az csöngetéssel kell kinyitni, tehát szabadon mi nem tudunk közlekedni, mert jelezni kell, hogy beszeretnénk menni, mert csak nagy kapun tudjuk megközelíteni az intézményt, ahol a gépkocsi forgalom van. De akkor ez azt jelenti, hogy ha egy mozgássérült egyedül el szeretne menni a rendelőbe, akkor nem tud? Hát nagyon körülményes. Kell egy kísérő, tehát segítség aki... nem árt, hogyha van. Nehezen, de megoldható. Váltás történt az Egyesület elnöki posztján. Miért történt a váltás? Az előző elnök Bálnaki József, amikor lemondott ezt, jó részt személyes dolgokkal magyarázta. Hát igazándiból nem indokolta, meg azt mondta, hogy elég volt számára, és igazság szerint nagyon váratlanul ért bennünket, mert tavalyi év folyamán az Empátia napon jelentette be gyakorlatilag a nagy közönség felé a lemondását. Engem is váratlanul ért, megmondom őszintén, mert nem igazán volt tervbe véve, hogy én leszek az elnök, de én nagyon érintett vagyok, most már 15 éve is kapcsolatban vagyok az Egyesülettel, részben személyes kapcsolat révén, mert az első szülött gyermekünk nekünk is sérült, és ő rajta keresztül kerültem kapcsolatba az Egyesülettel, illetve a budaörsi hátrányos helyzetű emberekkel. Tehát önnek a gyermeke is, és most már és most is, már én is. De ez csak egy balesetnek tudható be. Igen, részemről baleset volt, de sajnos nem gyógyult meg maradéktalanul, és tavalyi év decemberében ismét megsérültem, és ez is most folyamatban van. Mi az Egyesület fő célja? Az, hogy kulturális programokat szervezzenek? Az, hogy összefogják a mozgáskorlátozottakat? Vagy ennél több is? Az, hogy felhívják a figyelmet ilyenekre, hogy kellene rámpa művelődési központba, hogy kicsit változtatni kellene az egészségügyi központba a bejutáson, hogy a mozgássérült parkolókat máshová kéne felfesteni, máshogy kellene ezt csinálni. Ezzel is foglalkoznak? Hát én megmondom őszintén, teljesen szeretném egy kicsit felfrissíteni az Egyesület életét. A bevált hagyományos programokra, dolgokra továbbra is igényt tartanánk. Fő célom az, hogy összefogja ezeket az embereket, helyesebben bennünket.
hogy legyen hova menni, legyen egy biztos pont, legyen egy társaság, egy megszokott menetrend, mert nekünk az az igazság, akik dolgoznak, azoknak van társasági életük, de akik otthon vannak és a négy fal közé vannak javarészt bezárva, gyakorlatilag ez az egyetlen olyan pont, ahol emberek között lehet és a problémáit, bajait megoszthatja. Én azt szeretném a vezetőtársaimmal együtt, mert teljes vezetőségváltás volt most január 19-én, hogy új frissítés is legyen. Tehát szeretnénk egy ifi részt is kialakítani, mert javarészt idáig csak nyugdíjas korú vagy idősebb korú tagok voltak az egyesületben, viszont igény volna rá. Például a Kokáira Farkasréti úton üzemeltetett máltaiak működtetnek egy napközi otthont, ahol gyakorlatilag 16 éves kortól vannak fiatalok, és ott is nagyon sok a mozgássérült és fogyatékos. Az elsődleges tehát akkor az, hogy heti rendszerességgel heti tartsanak rendszerességgel össze jöveteleket, tartunk, és igen. Minél tartalmasabbak legyenek ezek? Így van. Tehát keddenként van a úgymond a klubnapunk. Jelenleg a volt kisposta épületében, a Szivárvány utca. De ez egy átmeneti 3. hely. Átmeneti hely. Ígéretet kaptunk, mert már folyamatban van az új klubunknak az építése. Hát a nyugdíjas klub, és akkor ott kapnak így önök van. Is elhelyezést. Így van, megosztva vagyunk a nyugdíjas klubbal. Ott jó lesz minden? Tehát úgy néznek ki most a tervek, hát, hogy oké lesz? Ha tartják a megbeszélteket, akkor igen, nagyon jó lesz részünkre, mert saját kertrésszel, kiülő résszel, szalonnas sütőhelyel, tehát minden olyan részt biztosítanának számunkra az ígéretek szerint, ami ténylegesen felhőtlen kikapcsolódást és levegőn lévő programokat tud kialakítani. Azt mondta, amikor az előbb mondta, hogy akik dolgoznak és akik otthon vannak. Akik otthon én vannak, még dolgozom. Ön még dolgozik, és akik otthon vannak többségében azért vannak otthon, mert képtelenek dolgozni, vagy mert egyszerűen nincs rájuk szükség, nem találnak munkát. Mind a kettő sajnos. Akik fiatalabbak és szerencsések, azok tudtak részmunkaidőben elhelyezkedni, de nagyon sokan csak otthon vannak, mert nem alkalmazzák őket. Az az igazság, hogy itt Budaörsön hiába van nagyon sok munkáltató cég, kevesen alkalmaznak hátrányos helyzetű embereket. Egyre többen fejlődik, mert ugye államilag is kötelezvény a vállalatok, illetve magánvállalkozások részére is, hogy minél több megváltozott munkaképességűt alkalmazzanak, de ez még nem teljesen elterjedt. És van rá állami támogatás is, nem? Tehát elméletileg van, igen, jó lehet van, a van, munkaadónak. Van. Tudok nem egy-kettő céget itt Budaörsön, aki kifejezetten így keres most már alkalmazottakat, de sajnos az a helyzet, hogy én nemrég csöppentem bele ebbe a helyzetbe, hogy ha vannak is ilyen munkalehetőségek, nem egyértelműen tudjuk igénybe venni. Például a Kokáért álló munka. Vagy nagyon sok egy helybe ülő munka, ami sajnos semmelyik nem jó hosszú távon részünkre. Hát valóban mondjuk futárnak, vagy árkotást nem tudok. Nem például a Kokáért mondjuk csomagolni. De nagyon sokszor ott úgy van kialakítva, ugye egészséges emberek részére van kialakítva mondjuk a munkaterület, nem biztos, hogy ülve az nagyon kényelmes és elérhető pozíció. Mondok egy sztereotípiát, aztán mondja meg, hogy igazam van-e. Sok munkaadó, akikkel én beszélek, vagy beszéltem, azt mondja, hogy azért nem foglalkoztatok mozgáskorlátozottat, mert ő úgyis egy beteg ember, ez a sztereotípia, és úgysem lesz olyan jó munkaerő, mint egy egészséges ember. Hát ilyennel is találkoztunk, illetve félnek attól, hogy esetlegesen történik valami az illetővel, aki ott bent van. Tehát van egy ilyen, úgymond megbélyegzés, hogy sokkal nagyobb esély van a legtöbb munkáltató által arra, hogy megsérüljünk, illetve betegek legyünk, hogy gyakrabban betegszünk meg. Ez nem igaz, mert javarészt mi szervileg egészségesek, csak mozgásszervileg vagyunk sérültek. Nem egyértelmű, de ez mindenre kiterjedt. Tehát nekem az elsőszülött lányom nem csak hogy mozgáskorlátozott, hanem szellemi fogyatékos is. Innentől kezdve megbélyegzik. Vele együtt engem is, mert ezért nem vesznek föl, mert van egy sérült gyerekem, és akkor biztos sokat kell vele otthon lenni. És ezen hogyan lehetne változtatni? Hát az az igazság, hogy médiában, fórumokon sokkal többet kellene nyílt napokat tartani, de az emberek tabu témának tartják ezt még. Tehát elzárkoznak, és nem kérdeznek.
Én amikor kisebb volt a gyermekünk, akkor én nagyon sokszor, eleinte, amikor még tapasztalatlan szülő voltam, negatívan éltem meg, de ahogy nőtt a gyerek, és észrevettem, hogy változtatható, akkor én megállítottam az embereket, akiket láttam, hogy nagyon negatívak, és rákérdeztem, hogy mi a problémája. És mit mond nekik? Tehát, ha én egy munkaadó vagyok, és azt mondom, hogy hát állandóan beteg, nem lehet rá számítani, meg viszi a gyerekét mindig orvoshoz, akkor inkább nem veszem föl. Akkor mit mond nekem? Hát én annyit mondok, hogy akkor utána kell nézni, hogy én mennyit voltam otthon a gyermekkel, és mennyit volt otthon mondjuk egy egészséges 3 évessel lévő szülő, mert hál' Istennek nem kifejezetten beteges típus a gyermekünk, igaz, hogy pici baba korában az volt, de kinőtte, illetve én megpróbáltam az élet körülményeimet úgy kialakítani, hogy segítségem legyen. Tehát én most 5 éve visszamentem dolgozni, és egyetlen egyszer nem voltam otthon a gyerekkel betegállományban. Még saját magammal igaz, hogy a balesetből kifolyólag nagyon sokat voltam otthon. Visszatérve Budaörse, hány tagja van az egyesületnek? Hány mozgássérültről tudnak, és ezek közül hányan tagjai az egyesületnek? Hát megmondom őszintén, hogy én még ebbe egy kicsit tapasztalatlan vagyok, mert gyakorlatilag most január közepén kerültem ennyire közvetlen kapcsolatba az egyesülettel. Jelen pillanat befizetett tagunk, aki ténylegesen már az egyesülethez szeretne tartozni, az 44 fő volt tegnap estig. Folyamatosan jelzik, hogy ha most már van és van lehetőség rá, akkor jönnének. Én megkockáztatom azt, hogy évvégére a 100 körüli létszám meg lesz. És akkor a legfontosabb cél most az, hogy programokat szervezzenek? A programok. Vagy az, hogy munkát is találjanak? Az, hogy felhívják a figyelmet, mint ahogy az előbb kérdeztem ezekre a hiányosságokra? Hát én összetetten szeretném ezt az egészet. Én azt szeretném, hogy legyen olyan hely, ahova tudnak fordulni kérdésekkel. Sajnos lásd parkolókártya, vagy lásd leszázalékolás, vagy bármilyen. Tehát jelen pillanat nincs egy olyan biztos pontja az embereknek, ahova jogilag, vagy bármi segítséget tudnának kérni. Ez lenne a fő szempontom, hogy háttérben segítők legyünk. És mellette egyértelműen a szórakozás. Én szeretnék több egyesülettel kapcsolatot fölvenni, akik nem csak mozgássérültek, hanem úgymond támogatók is, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk. Sok sikert kívánok a munkájukhoz, megnézzük a klub életüket, és a pénteki műsorunkban meg is mutatjuk, hogy lássuk, hogy milyenek is ezek az összejövetelek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen. És akkor tetőtől talpig átmozgat, mondja az egyik résztvevő a senior tornáról. A sportcsarnok 45 perces foglalkozásaira tucatnyian járnak. Az edzések erősítésből és nyújtásból állnak. Mivel az 50 és 75 év közötti korosztályról van szó, az ízületekre és a személyes panaszokra is jobban odafigyelnek. Karközés hátra. Általában 10-12 fővel, hétfőnként és péntekenként heti 2 alkalommal rendszeresen délelőtt 11 órától tartják a senior torna foglalkozásokat a budaörsi sportcsarnokban. Az órák egyre népszerűbbek, van olyan is, aki már 4 éve jár és egyetlen órát sem hagyna ki, annyira jól érzi magát az edzéseken. 2 tanár volt eddig, 1 évig volt egy Nóri nevezetű, aki nagyon kellemes és ügyes volt, kisbabát várt. Ezzel vége lett a tornaedzésnek, és utána jött a Klári, hát fáj a lelkemnek, ha kiadjok egy alkalmat, szóval egyszerűen annyira szeretem, és annyira jónak tartom, úgyhogy úgy látom a létszámú, és ezt tükrözi, hogy igen, érdekli az embereket, szeretik, szívesen csinálják, és egyet tegyünk nagyon fontosan hozzá, hogy az ár. Ez azért tulajdonképpen a nyugdíjasok jelentős részének nem lényegtelen. 250 forintért egy órát ilyen korrektül, szóval azt nem igazából mondom, hogy látom valahol máshol is a városban, de nem csak Budaörsre gondolok, hanem Budapestre is. A jelenlegi edzéseket Konrád Klára gyógytornász tartja. A gyakorlatok összeállításánál mindig figyel a csoport összetételére, és igyekszik a maximumot kihozni belőlük az edzés végére. A nyugdíjas korosztálynak bármelyik korcsoportnak ajánlanám. Rengetegen járnak, 50 és 75 év között, úgyhogy szeretettel várok mindenkit valójában. Ilyen teljesen átmozgató, nyújtó, erősítő jellegű, nagyon változatos kislabdás, botos,
ezek a nagy gimnasztika labdák, mindent használunk valójában, úgyhogy nagyon élvezik. Általában milyen hosszú egy edzés, és hogyan van felépítve? 45-50 perc. Hát az elején ugye egy általános bemelegítés, jön a kimondottan speciális gyakorlatok azzal a segédeszközzel, amiket ugye aznap kijelöltünk, és a végén ugye egy levezetés, egy nyújtás. Én néha meg szoktam magam bejegyezni azt, hogy már csak a főcimpánkat nem mozgatja meg a Klári, de tetőtől talpig végig bemelegít, végig megmozgat, és figyeli azt, hogy a társaságnak az összhangja milyen, mennyire bírja, mennyire nem bírja, de mindig feszegeti a határokat. Szóval ritkán megyünk el úgy, hogy ne izzadjunk meg, de nem aerobik jelleggel, hanem nyújtó gyakorlatokkal, meg olyan mozgással, ami úgy az embernek jól esik. A végén azt mondja, hogy ez megérte, megint jó volt. Több mint egy éve járok, és nagyon szerettem, hogy rendszeresen mozgok, és vagy a utasítás alapján a Klárika nagyon jó rendbe hozza, és megmozgatja az időseket, és nagyon szeretem ide járni. Milyen jellegű gyakorlatokat szeret általában? Hogy vannak összeállítva az edzés? Mindent szeretem, és nekem nem esik soha nehezen, és tovább fogok járni. 5, 6, 7, 8, még 2, 9 és 10. Inkább ugye az üzületekre azért odafigyelünk inkább, meg ugye hát szív, mindenkinek egyéb problémái vannak, úgyhogy személyesen is azért mindenkivel próbálok így elbeszélgetni, hogy kinek milyen problémája van, és akkor ilyen jellegű gyakorlatokat csinálunk, vagy ugye mindig jelzem, hogy kevesebbet, ezt inkább kihagyjuk, úgyhogy próbálunk egy kicsit így személyesen dolgozni. Mennyi edzésre van szüksége egy ilyen 50-70 év közötti embernek ahhoz, hogy fit legyen, és a korához képest jó kondícióban legyen? Hát ez szemétől függ, igazán változó, ki hogy érzi. Ugye van, akinek kevés a heti 2, mert ugye most heti 2-szer van nyugdíjas torna, van, akinek 1 is elég. Hát én minél több mozgást ajánlok, az a jó. És páros karlenítés. Oldalra 2, 3, 4, utolsó, 2, 3, elég. Műsorunk után ma sztárportrét láthatnak. A vendég ezúttal Szirtes Edina Mókus, énekes zeneszerző lesz, de még előtte tekintsék meg a programajánlót. Magyarországi német női sorsokról mesél Molnár Anna Mária, az Andrássy Egyetem hallgatója, a Heimatmuseum Szabad Egyetem sorozatának keretében csütörtökön 17 órai kezdett el. Az előadásban szóba kerül a II. Világháború, az oroszországi munkatáborok, a vagyon és földbirtokvesztés és a kitelepítés hatása a női sorsokban. Lakossági fórum lesz az Árok utcai sportlétesítmény felújításáról csütörtökön 17.30-tól. A rendezvényre várják az érdeklődőket és a közelben élő érintetteket. Jobbagyféltekés rajztanfolyam indul a lakótelepi közösségi házban. Az első foglalkozás pénteken 17 órakor kezdődik. Érdeklődni a 703-004-es telefonszámon tudnak. A Budaörsi Közéleti Klub pénteken este 6 órakor tartja következő rendezvényét a Friedman házban. A klub vendége Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. A beszélgetés során szó lesz többek között arról, hogy van-e valós terrorveszély Magyarországon, illetve be kellene vezetni a jelenlegi jogszabályokon túlmenő állami intézkedéseket terrorcselekménynek minősített esetekben. Fűr Anikót, a Jászai Mari díjas érdemes művészt új oldaláról ismerheti meg a közönség, hiszen csodásan énekel. Koncertjére péntek este 7 órakor kerül sor a Budaörsi Latinovics Színházban. És végül, de nem utolsó sorban, szabad-e önzőnek lennem, ki vigyáz rám, ha én nem? Teszi fel előadás indító kérdését Szili Nóra, az Ifjúsági Klub Szülők Akadémiája sorozatának keretében pénteken este 7 órakor. És akkor végül, de nem utolsó sorban az elérhetőségeink, mondom és mutatjuk, és telefonszámunk 611-522, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu. Várjuk észrevételeiket, riportjainkkal, műsorainkkal kapcsolatban, témajavaslataikat is. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk pénteken, viszontlátásra!